Íme a kilátás. Felolvasás. Gondoltam, hogy amíg a felolvasáshoz összegyűlik a, a nézőszám, addig... Addig nézzétek velem a hátteret. De mintha úgy hallanám, hogy most pont valaki elkezdett flexelni. <laughs> Lehet, hogy nem lesz jó. Lehet, hogy ez nem lesz jó. Tehát... A mai felolvasás témája egy olyan könyv lesz, ami, ami kevéssé ismert, szerintem nem fogja kitalálni senki. És gondoltam, hogy elkezdjük a felolvasást, egy kicsit körülnézünk, úgyhogy megmutatom. Most rossz idő van amúgy, tehát így sötét felhők gyülekeznek. Gondoltam, még az eső kezdet előtt gyorsan ki tudok jönni, és egy kis felolvasást megtartani. Mint látjátok a völgy. A völgy az viszonylag csendes. Lehet, hogy majd közben egy-két autó itt fog jönni. Felhoztam ide ezt a kis székemet a párna. Mutatok egy érdekességet nektek. Még itt van az árcédula a párnán. <laughs> ez, ez, azért érdekes, mert általában lusta vagyok mindenről levenni az árcédulát. Ezt, ezt, ezt a, párnát öt évvel ezelőtt vettem, amikor ide beköltöztem, és, és az árcédula még mindig rajta van. Ez két, ez két dolgot mond, de egyrészt nem sokat használom, másrészt nem veszem le a címkéket semmiről. Na nézzük, tehát ha ide leteszem a... így, akkor talán így, így jó lesz, igaz? Így. Igen, talán így jó lesz háttérnek. Tehát a mai könyv, ez most egy valami, nem mutatom meg, mert a hátulján is rajta van a címet. tehát így kitalálnátok. De ez egy olyan könyv lesz, ami, ami, megint egy olyan történetet mesél ami egy kicsit nehezebben nem Jó, hallatszódom? Lássuk kommentek bekapcsolva. Azért, akarom, azért akarok ebből a könyvből olvasni, mert van némi, némi ilyen, ilyen áthallása arra, amik most történnek dolgok. De azt hiszem, lehet, hogy ezt egy kicsit átvariálom, hogy mégiscsak a hegy legyen a Hát háttérbe, és akkor talán nem ég be annyira. Igen, talán így jobb lesz. Talán így jobb lesz. Tehát, hogy hallotok, akkor a könyv, amiből felolvasok, egy olyan dolgot mond el, ami, ami alapvetően fikció, de, de hogyha sokan, sokatoknak olyan utánnézése lesz, hogy esetleg valami hasonló történik most a világban, akkor lehet, hogy ez nem véletlen. De ugye csak fikciót olvasok, én nem mondtam semmit. Zömök szürke épület, mindössze 34 emeletes. A főbejárat felett a felirat, belső londoni keltető és kondicionáló központ. Egy címer pedig a világállami jelszava, közösség, azonosság, állandóság. A földszinti hatalmas terem éjszakra nézett, bár az üvegfalakon kívül nyár volt, a trópusi hőség magában a teremben hidegen villant ki az ablakon az éles fény, mely éhesen kutatott legalább valami felöltöztetett próbavább, vagy lúdbörös, tudós, fakó alakja után, de csak a laboratórium üvegére, nikkeljére, siváran csillogó bukkant, fagyos hidegre itt, fagyos hidegre felelt. A munkások fehérkezes lábast viseltek. Kezükre sápadt, hullaszín gumikesztyű feszült. A fény fagyott volt, halott, kísérteties. Csak a mikroszkópok sárga csöveitől kölcsönzött valami dús, életteli anyagszerűséget. A fény úgy folyt végig a fényes csöveken, akár a vaj. Érzék ilyen meleg csóvák. hosszú fogyatkoz a sora, végig a munkaasztalokon. És ez itt mutatott ki az igazgató, nyitotta ki az igazgató az ajtót, a megtermékenyítő terem. Amint a keltetők és a kondicionálás igazgatója belépett ide, 300 megtermékenyítő szakember hajolt műszerei fölé, elmerülve az alig lélegző csöndben. A tökéletes összpontosítás szórakozott monológszerű zömmögésében vagy fütyörészésében. Az igazgató sarkában egy csapat újonnan érkezett hallgató toporgott, nagyon ifjak, rózsásak és éretlenek, idegesek és szállamosak mindegyiknél volt egy notesz. Kétségbes fejjegyzeteltek, valahányszor a nagy ember megszólalt. Egyenesen a leghitelesebb forrásból. Ritka kíváncság volt ez. A belső a londoni keltető igazgatója mindig is fontosnak tartotta, hogy személyesen vezesse körbe új hallgatóit a különböző részlegekben. Csak azért, hogy legyen összképük szokta mondani nekik magyarázatul. Mert természetesen kell, hogy legyen valamilyen összképük, ha értelmesen akarják munkáikat végezni, bár erre nincs sok szükség, ha a társadalom jó és boldog tagjai lesznek. Mert mindenki tudja, hogy a részletek biztosítják az erényt és a boldogságot. Az általánosságot intellektuális szempontból csak szükséges rosszak. Nem filozófusok, hanem a lomfűrészel barkácsolók és a bélyeggyűjtők a társadalom alapjai. Holnap majd hozzáláthatnak a komoly munkához, szokta hozzátenni, és enyhén fenyegető jó indulattal rájuk mosolygott. Nem lesz ideig az általánosságokra. De addig? Addig még tart a kiváltságos helyzet. Egyenesen a leghitelesebb forrásból a Nateszba. A fiúk kirkáltak, akár az őrültek. A magas és elég sovány, de egyenes tartású igazgató bevonult a terembe hosszú álla volt, és nagy, meglehetősen kiálló fogai, melyeket húsos, pirososan ívelő ajkai éppen hogy eltakartak, ha nem beszélt. Öreg, fiatal? Harminc, ötven? Ötvenöt éves? Nehéz lett volna megmondani. És különben is, a kérdés fel sem merült. Az állandóságnak ebben az évében, F után 632-ben senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt feltegye. Az elején fogom kezdeni, mondta az igazgató, és buzgóbb hallgatók rögzítették noteszúban a szándékát. Az elején kezdeni. Ezek az inkubátorok intett oda. Kinyitott egy szigetelt ajtót, és megmutatta nekik a számozott kémcsövek egymás felett elhelyezkedő polcait. Az eheti pete anyag. tartjuk magyarázta. Míg a hím csíra sejteket, és itt egy másik ajtót nyitott ki 35 fokon kell tartanunk 37 helyett. A normális testhőmérséklet sterilizálná őket. A hűfejlesztő vattába burkolt kosok nemzőképességüket elvesztik. Még mindig az inkubátoroknak támaszkodva, rövid áttekintést adott nekik a modern, megtermékenyítés eljárásról, miközben a ceruzák olvashatatlan nyomokat hagyva szágoldattak a papírlapokon. Először természetesen az eljárás sebészeti bevezetésével foglalkozott. A műtétnek önként vetik alá magukat a társadalom érdekében, nem is szólva arról, hogy hat havi fizetésnek megfelelő jutalom jár. Azután beszámolt arról a technikáról, amelynek segítségével a kioperált petefészket életben és aktív fejlődésben tartják. Majd átért az optimális hőmérséklet, sótartalom és viszkazítás problémáinak taglalására. Utalt arra a folyadékra, amelyben a különválasztott és életpetéket tartják. Majd a rábízott nyájat a munkaasztalokhoz vezetve megmutatta nekik, hogyan fejtik le ezt a folyadékot a lombikból. Hogyan vezetik ki cseppenként a mikroszkópok különlegesen melegített tájlemezére, aztán a bennük lévő petéket hogyan vizsgálják meg, egészségesek-e, majd megszámolják, és egy szivacsos tartályba továbbítják őket, hogyan, és most odavitte őket, hogy megnézzék a műveletet, hogyan merítik ezt a tartályt valami meleg, húsleves-szerű folyadékba, amely a szabadon úszkáló hímcsíra sejteket tartalmazza? Egy köbcentiméterben legalább százezres koncentrációval. Tette hozzá nyomatékosan, és elmondta, 10 perc múlva miként emelik ki a tartályt a folyadékból, hogyan vizsgálják meg újra a tartalmát, hogy amennyiben bármelyik pete termékenyítetlen maradna, s ha kell, megint alámerítsék. Hogyan jutnak vissza a megtermékenyített peték az inkubátorokba, ahol az alfák és a béták a végleges palackozásig maradnak? A gammákat, a deltákat és az epsilonokat pedig újra előhozzák, de csak 36 óra múlva, hogy alkalmazzák rajtuk a Bokanovszki eljárást. A Bokanovszki eljárást? Ismételte meg az izgató, és a hallgatók aláhúzták ezeket a szavakat kis eszükben. Egy pete, egy embrió, egy felnőtt. Ez a normális. De a bokanovszkizált pete elkezd sajjadni. Osztódni, növekedni. A bimbók száma 8-tól 96-ig terjed, és mindegyik bimbóból tökéletesen kialakult embrió, minden embrióból egészen kifejlett felnőtt lesz. Tehát összesen 96 emberi lény fejlődik ki ott, ahol korábban csak egy keletkezett. Haladás. Lényegében a bokanovszkizációt a késleltetett, késleltetett fejlődés sorozataiból áll, mondta le a következtetést az igazgató. Gátoljuk a normális fejlődést, és elég paradox módon erre a pete sarjadzással válaszol. Sarjadzással válaszol. A ceruzák serényen dolgoztak. Az igazgató oda mutatott. Nagyon lassan mozgó szalagon éppen egy rekesznyi kémcső jutott be egy óriási fémtartályba. Egy másik rekesz pedig éppen felbukkant. A gépek halkan zümmögtek. A csövek 8 perc alatt haladnak át, magyarázta nekik. Mivel a kemény sugárzást a peték körülbelül 8 percig viselik el, vannak amelyek elpusztulnak. A többi közül a legkevésbé fogékonyak ketté osztódnak. A többségük négy bimbót hajt, esetleg 8 -at. Aztán mind visszakerül az inkubátorokba, ahol a bimbók fejlődni kezdenek. Majd két nap múlva hirtelen lehűtik őket. Lehűtik és megállítják a fejlődésüket. A bimbók most megint sarjadzanak kettőt, négyet, nyolcat, majd bimbozás után kapnak egy csak nem halálos alkoholos, alkoholos kezelést. Erre megint sarjadzás következik. Bimbók a bimbók bimbaiból. Majd mivel a további késleltetés általában végzetés lenne, hagyják őket nyugodtan fejlődni. Ekkor már az eredeti petéből 8-96 embrió keletkezett, Bizonyára egyetértenek velem, hogy csodálatosan tökéletesítettük a természetet. Azonos ikrek. De nem ám csupán kettesével, hármasával, mint régi, eleven szülőkorokban, amikor esetleg egy-egy pete véletlenül osztódni kezdett, hanem egyszerre tucatjával. Tucatjával, ismételte meg az igazgató, és szétlökte a karriert, mint ha valami is változtana. Tucatjával! Ám az egyik hallgató elég ostoba volt ahhoz, hogy megkérdezzem, miféle előny származik ebből. Drága fiam! Az igazgató sarkon fordult és lecsapott rá. Hát nem érti? Nem érti! Kezét felemelte, arc ünnepélyes volt. A Bokanovski eljárás a társadalmi stabilitás biztosításának egyik legfőbb eszköze. A társadalmi stabilitás legfőbb eszköze. Egyforma férfiak és nők azonos adagokban. Egyetlen egy, Bokanovskézált Pete alapanyagából ki lehet hozni egy kisebb gyár teljes személyzetét. 96 teljesen azonos iker dolgozik, 96 ugyanolyan gépen. Hangja csak nem reszketett a lelkesedéstől. Most az ember igazán tudja, hol tart. Először a történelem folyamán a bolygó jelszavát idézte: Közösség, azonosság, állandóság. Nagyszerű szavak. Ha a bokanovskizációnak nem lennének korlátai, az egész problémát meg tudnánk oldani. Megoldanák egyforma gammákkal, sorozatban gyártott deltákkal, azonos értékű epsilonokkal, a teljesen azonos y millióival. A tömegtermelés elvét végre a biológiában is alkalmaznák, de sajnos az igazgató megrázta fejét, nem tudunk korlátlanul bokanovskizálni. Úgy tűnt, 96 a végső határ, és a 72 középarányosnak számít. Ugyanabból a petefészekből, és ugyanannak a férfinak a hím sejtjeivel kellett minél több ikersorozatot sorozatot gyártani. Ez volt a legtöbb. Sajnos nem a legtöbb, amit megtehettek. És még ennek is megvoltak a nehézségei. Mert a természetben 30 évig tart, amíg 200 pete eléri az érettségi szintet. A mi dolgunk azonban az, hogy ebben a pillanatban állandósítsuk a népességet. Itt és most, ha egy negyed századig eregetnénk kifelé az ikreket, vajon mit érnénk el vele? Nyilvánvaló, hogy semmit sem. De a pocnapféle eljárással hallatlanul meggyorsítottuk az érlelési folyamatot. Két éven belül biztosan elő tudtak állítani legalább 150 életpetét. Ha ezt megtermékenyítjük mind, a Bokason és zájuk, vagyis más szavakkal 72-vel megszorozzuk, átlagosan csak nem 11 ezer Tökéletesen egyforma ikerfivért és nővért nyerünk 150 tételben, és mind nagyjából két éves lesz. Kivételes esetben egyetlen petefészekből több mint 15 ezer felnőtt egyént állíthatunk elő. Oda intett magához egy szőke pirosposgás fiatalembert a képen ott haladt el. – Mr. Foster – szólította meg. A pirosposgás fiatalember oda ment. – Meg tudnál mondani, milyen rekordot értünk el egyetlen petefészekből? – a központunkban 16.012-t, vágta rá Foster. Nagyon gyorsan beszélt. Élén kék szeme volt, és érezhető örömmel idézte a számokat. 16, 12, 189 cikkel csoportban, de persze sokkal jobb eredményt is értek már el egyes trópusi központokban. fecsegett tovább. Szingapurban többször termeltek 16.500 felett is, Mombasszában pedig ténylegesen elérték a 17.000-es határt is. De hát tisztességtelen az előnyük. Látniuk kellene, hogyan reagál egy négerpete a hipofízis kivonatra. Teljesen megdöbbentő annak számára, aki hozzászokott, hogy európai alapanyaggal dolgozzék. De azért tette hozzá nevetve, szemében harci láz éget, Állát kihívóan előre tolta, de azért le akarjuk pipálni őket. Ha tudjuk. Még csak 18 hónapos. Delta petef egy delta-minusz dolgozom, még csak 18 hónapos. Már is 12.700 gyermeket nyerhettünk belőle, lefejtett, illetve embryonális formában. És még mindig szépen termel. Még lepipálhatjuk őket. Ezt a szellemet szeretem. Kiáltott fel az igazgató és megveregette Foster vállát. Jönjön velünk, és részesítse ezeket a fiúkat szaktudásának jó Mr. Foster szerénye mosolygott. Örömmel. És tovább mentek. Eddig tartott a könyv, és időközben, vagy meglepődve, vagy szomorúan láttam, hogy valaki már ki is találta. Kicsit visszalapozok a kommentekhez. Ki volt az első? Melinda. Hello, azt sosem találjuk ide, nem olvastad a kommenteket, valaki már kitalálta. Vagy kitöröltem? Mert én az előbb láttam. Én az előbb láttam itt egy kommentet. Iva rosszekova Zror... Bocs, hogy nem tudom kimondani. Oldos Huxley. Szép új világ. Persze, hogy hiába mutatom, mert ugye most tükörbe látjátok. Szép új világ. <kül> És akkor most nézzük, hogy miért ezt a könyvet választottam. Közben teltek fel kérdéseket most már nyugodtan, mert ugye nem, nem, nem beszélek. Lehet, hogy egy kicsit így világosabb vagyok. Most már igen, kezd lemenni a nap. Talán így jobb. Tehát érdekesek, érdekesek ezek a szerzők, mert mind ilyen, mindezt gondoljátok, hogy ez, ez, ugye ez, ez egy skifi, és azt gondoljátok, hogy hát ezt, nemrég nem rég írhatták, ez, ez, valami korai mű lehet, vagy, vagy bármi, ami, ami most történik, most zajlik a világban. Ezt a könyvet a szerző egyébként 1894-ben született. Elbírjátok ezt képzelni? 1932-es a könyv, akkor írta. 82-ben adták ki, ez a magyar kiadás, én 2001-ben vettem meg. 1932-es ez a könyv. Gyakorlatilag Oldux Huxley szép új világa, világhíres könyv, arról szól, amikor az emberi, az emberi öm, fajt is már, mint a tömegtermelés egyik eszközét ö, használják, és gyakorlatilag az embereket, ö, ez még csak a könyvnek az eleje, tehát itt még csak a petesejtek előállításáról van szó, később aztán olyan mélységekig megy bele a könyv, amikor elmagyarázza, hogy, a, hogy gyakorlatilag az embereket utána hogyan kondicionálják, a későbbi foglalkozásuknak megfelelően. Azért mondtam, hogy durva könyv, mert ö, ugye a későbbi részekben, amikor már az embiókból csecsemők lesz, de láttátok, egyetlen petefészekből 16 ezer, gyermek. Tehát mintha egy anya 16 ezer gyermeket szülne, ez azért elég durva. A későbbi részekben van egy, van egy olyan, amikor már a csecsemőket kondicionálják, leteszik őket a padlóra, és virágokat, meg könyveket mutatnak nekik. Ugye színes dolgok van, a csecsemők elkezdenek mászni, szeretik ezeket megnézni, megfogdosni, stb. És akkor hirtelen áramot vezetnek a padlóba. Ugye a csecsemők sikoltoznak, ugye milyen kellemesen hangzik. A csecsemők sikoltoznak, visszamenekülnek, és akkor ezt, ezt a kondicionálást többször megismételve, ha egy csecsemőnek már felmutatnak így egy könyvet vagy egy virágot, akkor, akkor um, sikítanak, tehát, so, tehát ezek a csecsemők, miközben felnőnek, soha életükben nem fognak könyvet fogni a kezükbe, vagy virágot. És akkor a könyv elmagyarázza, hogy ez miért jó. Ugye ez, ez, egy, ez egy utopisztikus jövőbeli társadalomban játszódik, mit mondjuk egy akármilyen háború, vagy egy valami után. A lényeg az, hogy mindig valami után vagyunk, mert az átmenetet senki nem látja, az kifírok, nem nagyon látják, hogy mi történt. Kellett valami hatalmas kataklizma, zombik rohantak le mindent, idegenek támadtak meg, kitört az atomháború, és akkor azután létrejön egy ilyen társadalom, mert emberi ész nem tudja felfogni, hogy innen, ahol most vagyunk, hogy jutottunk el A-ból B-be. Tehát ugye azért van ez, hogy az a fajta társadalmi réteg, ahová ezeket a csecsemőket termelik, annak nem kell, nem kell okosnak lenni. Az ne olvasson könyveket, annak ne legyenek új gondolatai, az, az ne próbálja meg megérteni azt a világot, ami körülötte van. A könyvnek az egyik szereplője felteszi ezt a kérdést, hogy oké, okay, ezt érti. Tehát ennek az alacsony társadalmi rétegnek, aminek csak az a dolga, hogy tényleg a ilyen betanított munkásként a, gyárak robotjai mellett néha megnyomjon egy-egy gombot, vagy az előtte elhadó termékekből néha kivegye azt, ami rossz, mert ugye ezt még mindig nem tudja a gép megcsinálni, meg még mindig emberek válogatnak ki bizonyos termékeket. A világ miért? És akkor elmagyarázták, hogy ugye volt egy ilyen opció, amikor, amikor, ezek a alacsonyabb rendű egyedek és társadalmi rétegek is úgymond elmennek kirándulni, vagy valami, és akkor ott ugye nézik a, tájat, egy-egy virágot, egy-egy növényt, vagy valami. De semmi mást. Semmi mást. Nem költenek, nem ö, termelnek a gazdaságnak, semmit nem csinálnak. És akkor ö, a, a növény, tehát a, a természet szeretetét is körül az emberből, mert az, az ingyen van, az nem kerül semmibe. Tehát arra kényszerítik, hogy bent maradjon gyakorlatilag a, a, a lakásban. Ö, több ilyen dolog van még, tehát mint én, aki mondjuk bányászattal foglalkozik, az sötétségre kondicionálják, tehát hogy szeressen lenni, hogy ne akarjon kimenni a fényre. Ö, egészen elképesztő világ, ugye látjátok, hogy a, a a címlap is az, hogy ilyen, ilyen, robotszerű emberek jönnek egymás után. És ugye maga a könyv is arról szólt, hogy, hogy itt ikreket gyártanak. Tehát mennyivel egyszerűbb egy olyan homologizált társadalmat irányítani, amiben azt mondjuk, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki egyforma. Tehát ha azt mondom, hogy mindenki egy ikrekről beszélünk, ha mindenki egyforma magas, mindenkinek egyforma a, a, kézmérete, Ugye bizonyos finomenikai gyárakban nem, nem akinek túl nagy a keze, annak nehézségére mondjuk mobiltelefonokat összerakni, vagy amit kínai gyárakba, és akkor ott kisebb kéz az előny. Na most, ha, ha ebben a szép új világban, tehát ebben az utópisztikus világban mindenki egyforma, akkor azt tudjuk mondani, hogy olyan helyekre, ahol nagy ké, lapát kéz kell, mint amilyen az enyém, lapát kezeim vannak, én jó leszek szenet vagy a bányába dolgozni, mert tudom fogni, a tudok keményen dolgot. Széles vállalom van, erős vagyok, öly, a neki. Akinek pedig nem ez kell, ugye, akkor ez, tervezhető. Ahogy elmondtam, a könyvben egy egyetlen petefészekből 16 ezer egyforma ikre tudnak gyártani. Ott azt mondod, hogy egy osztódásra ugye 96 ö, különböző, 16 egyforma embert, vagy 96 egyforma embert 96 ugyanolyan géphez. Ez egy tökéletesen tervezhető társadalom. Hogy miért jutunk, miért hasonlatos ez a mai világhoz? Hát nem tudom, hogy kell-e analógiákat mondanom, hogy mi felé tartunk. Nem, tegnap még, nem tudom elképzelni azt, nem tudtam volna elképzelni azt az évelején, hogy, hogy ma itt tartunk, ahol tartunk. Nyilván a vírusos helyzetre gondolok, és aztán az azt következő, most még ez csak a felvezetése a dolgoknak. Tehát a könyv nem említi meg azt, hogy egy szkifi könyv sem, ugye vannak kivételek, de nyugodtan általánosítok úgy, hogy egy skifi könyv sem igazán említi meg azt, hogy hogy jutunk Ából B-be. Nem tudjuk azt, hogy hogy jutunk Gábor B-be, de látjuk most a saját szemünkkel, hogy most már maszkot kell hordani éjjel-nappal, hogyha kimegyünk hogy most már olyan korlátozások vannak, hogy, hogy már nem repülhetünk oda, amikor Én már nem tudok hazamenni. Tudnék persze mindenféle így, meg így, meg így, de most kondicionálnak minket arra, ugye pár nappal ezelőtt mondtam, hogy majd bevezetik a... Igen, éppen főzés közben mondtam, hogy most a kormány tervezi, hogy a kritiz, sokat kritizált 35 ezer forintos tesztet most leviszik majd valamennyire. Tehát megjött az új Rendelet ugye 19.500 forintban maximalizálták a hatósági állatot esznek, és mit mondtam erre nektek? Akkor még nem tudtam, hogy mennyi lesz az összeg. Mondtam, egyen 4-5 forint az, 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 reális lenne, annyit mindenki kifizetne, az, az még nem akadályozná az embereket. Nem, 19.500 lett, és örülünk neki, mint majom a farkának, ugye, mert azt mondjuk, hogy jó, hát mégsem 35 ezer, vagy az aznapi teszt 45 volt. Hát igazából a két teszt az 90 ezer volt legrosszabb esetben. Na most Bizonyos dolgokat úgy nyomnak le a torkunkon, mint ahogy itt. Tehát ideologizálják. Most előtte az ideológia az volt, hogy jó, magasan bedobnak valamit, miután egy hónapi mindenki szörnyűködött meg szenvedett, azt mondták, jövünk mi megmentők, és már csak 19.500. Most megint mindenki a kormányt szereti. Valahogy ilyen formában történnek ezek az átmenetek. Nyilván még nem ott tartunk, hogy tenyészenek minket, hogy azt mondják, hogy... De már ott tartunk, hogy nem akarunk kimenni a lakásból. Már ott tartunk, hogy, hogy ha így lehet csak kimenni. Hogy a gyerekeinket most lázmérőzik majd az iskolában, hogy a, hogy a buszon, vonaton, repülőn, boltban, akár, akárhol, mindenhol azban kell lennünk, akkor lehet, hogy először nem akarunk kimenni a lakásból, mi, magunk, aztán majd már szabályok lesznek, hogy mikor lehet kimenni, meg mikor nem lehet kimenni. És szépen önként magunkra húzzuk a, a kiállási kezdve a, a, a teljesen megszabott. És ugye miért? Tehát milyen, milyen gazdasági racionálitása van ennek? Voltak ilyen ö, gazdasági felmérések, hogy hogyan változtak a fogyasztási szokások. És ugye akik otthon ültek, hát mi más tehettek, rendeltek az Amazonon. Mi más tehettek, rendeltek valami online shopban, Mi más tehettek, rendeltek online kaját. Vagy ugye bevásárolni, lehet, hogy nem volt kedvük lemenni, meg, meg egyébként tudnék majd mutatni nektek olyan képeket, itt Spanyolországban, amit csináltam, hogy soha nem gondoltam volna, lementem itt ebbe a sarkiboltba, üres volt. <laughs> Ami meglepő volt, hogy a WC papír, ezt a mai napig nem értem, miért halmoztak fel emberek WC papírokat, más nem, tehát fokrém volt, de WC papír nem. Majd tudnék ilyen képeket mutatni, hogy üresek voltak a boltok. Ugye, ha otthon maradsz, fogyasztol. Tehát mi más tudsz csinálni, és nézed nézed a, nézed a, a, médiába azt, hogy mi történik. A, az, hogy mi történik, nyilván az, amit ők akarnak láttatni. Nem akarok semmiféle összeesküvés elméletbe belemenni, tehát ez, amit mondtam erről a könyvről szól, hogy eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mi vezethetett ahhoz, hogy amit a könyvben 1932-ben ez az angol író egyébként leírt, hogy ehhez mi vezethetett, Ilyen események simán vezethettek ahhoz. Tehát, ha valaki nekem azt mondja most, hogy szeptemberben ez és ez és ez lesz, és azt mondja nekem ugye januárban, <laughs> és ez lett. Mindig szoktunk egy kicsit beszélni az íróról is. Aldous Huxley, nem, nem, az, a, nem az a. nagyon furcsán van a neve, hogy egy Aldous. Aldous. Huxley. Ugye mondtam, hogy 1894-ben született, tehát ő megint ez a korosztály, mint, mint uh, Márai volt, meg, uh, meg, uh, meg uh, mit olvastam legutóbb? Uh, Exupérit, ugye? A kisherceg, hogy 1900-ban születtek, tehát alig hat év különbséggel. Most érdekes, hogy azt gondol, tehát amikor a fejétekbe belegondolkoztok, hogy 1894 mi jut eszetekbe, nem emlékszem most pontosan, de mint a Viktória királynő valami olyan körül halt volna meg. <laughs> Tehát Viktória János kor, ugye nem so, lehet, hogy mint néhány évvel korábban, Viktória János korra mi jut be még a budgyos ruhák, még a mit tudom én, még, még szinte még, a, még tartanak, ugye még mindig vannak földrajzi felfedezések, és mégis már akkor születtek olyan emberek, nem azt mondom, hogy akkor írták, ugye 32-ben írták a könyvek, de megszülettek azok az emberek, akik már utopisztikusan el tudtak képzelni egy olyan világot is, ami nem ugye a 20. századon, de talán még a 21. századon is túlmutat. Illetve olyan értékeket tudtak letenni az asztalra, amik, amik, hát ezek nagyon fontosak. Na most ezt az angol írót is elérte az a végzet, mint általában mindenkit, ő is elment Amerikába 1937-ben, és ugye így a második világháborút megúszta, tehát ő gyakorlatilag végig termékeny maradt. Élet a végére gyakorlatilag ez a különleges hiába nem volt ismert, most általunk nem egy, ilyen, nem egy olyan nagy név, mint Hemingway. <laughs> erről akartam mondani, erről akartam mondani, ugye az előző ma reggel feltett cikkemnek egy kicsit megváltoztattam a végét, mert ketten is felhívták a figyelmet arra, hogy na hát milyen szép ez a Hemingway idézet, hogy nem is tudták, hogy Hemingway ilyen jókat írt a párkapcsolatokról. Mondtam, <laughs> micsoda, miről beszéltek? Tehát azt a cikket ugye én írtam, csak a végén ott volt egy Hemingway idézet, és az egésznek az alá értem, hogy Hemingway. Tehát én azt gondoltam mindenkinek egyértelmű, hogy csak az idézet szól, vagy van Hemingway-től. Most egy kicsit módosítottam a végét, most benne van, hogy is az alábbi Hemingway idézettel búcsúzom, és csak az. Csak a, tehát azt ugye én írtam, ha már hemingway nél maradunk. De ugye az ő nevét mindenki ismeri, Huxley-t nem. Most képzeljétek el, hogy idősebb korára, akkor a legintellektuálisabb emberének tartották. Hétszer jelölték irodalmi Nobel-díjra. 7 Hét, hétszer jelölték irodalmi Nobel-díjra. Egyszer sem kapta meg. <laughs> nem, mint a bárki lenne, aki kétszer megkapta volna az irodalmi Nobel-díjat, tehát ez nem olyan, mint az oszkár díjátadás hogy, hogy, hogy meg, lehet, meg, lehet, kapni többször is. Nekem is tudomásom szerint senki nem kapta még meg kétszer. Tehát őt hétszer jelölték irodalmi Nobel-díjra, egyszer sem kapta meg, csak érdekességképpen Hemingway ugye megkapta 1954-ben, is és, és híres személy még előtte, Churchill, képzeljétek el. Még Churchill is kapott irodalmi Nobel-díjat, méghozzá az indoklásban azt szerepelt, ha jól emlékszem, hogy biográfiai írásai, tehát dokumentum jellegű biográfiai írásai Ugye neki volt egy saját, azt hiszem, nekem nincs meg, de volt egy kétkötetes önletrajzi könyve, Churchill-t ne téveszétek össze azzal a háborús miniszterelnökkel, tehát ugye a háború után ő még egy ciklus teljesített. Volt egy kihagyása, amikor nem őt választották meg, de aztán megint ülett a miniszterelnök, és az 50-es 50 években is Churchill elég sokáig miniszterelnök volt, tehát ugye így, így 53-ban ő ezt megkapta az ez irodalmi és akkor Hemingway a következő évben, 54-ben nem accident nem sikerült, de, de rendkívül rendkívül híres volt. Hát mint tudjátok magyar irodalmi Nobel-díjasunk is van, Ketté Szimre. Ja, a Sorstalanság 2012-ben, 2002-ben, 2002-ben, már nagyon régen volt, 2002-ben kapta meg, igen. És a sor Sorstalanság, tehát magát a filmet csinálták, ez valami 2010-ben, nem emlékszem a Sorstalanság mikor, de, 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 ugye feliratkoztunk mi is a listára. Érdekelt ez a Nobel-díjas dolog egyébként, és megnéztem, Érdekes mert kíváncsi voltam, hogy ki kapta a Nobel-díjat Nobel Nobel azokról, akikről beszéltünk. Hát Márkez is ugye, de ő csak valamikor a 80-as években. Kíváncsi voltam a megoszlást a női és férfi arányban. Képzeljétek el összesen 1900-tól 2019-ig, tehát ugye tavalyi az adat, mondjuk ez 120 évetől el föl, 105 férfi és 15 nő kaptam. Kicsit asszimmetrikus. De Oldos Huxley nem volt köztük, pedig hét jelölést kapott. Ő is, mint sokan a nagy gondolkod gondolkodók közül, és ha kezdek aggódni egy kicsit, <gül> <gül> már ha gondolkodónak tartom magam, ő is rákos volt. E, rendkívül súlyos e, végső stádiumában a, még tudatánál volt, amikor a feleségétől kérte, hogy írásban, mert beszélni már nem tudott, hogy lsd adjanak be neki a reggeli órákban, és utána egy órával később még egy LSD adagot kapott, és gyakorlatilag elaludt, tehát ugye be, meg úgy halt meg. Néhány órával azelőtt, hogy kennedy lelőtték. Igen. 1963. november 22-én a délelőtti órákban ö, adták be ezt az LSD-nekciót, kicsivel később halt meg, és ugye valamivel később lőtték le Kennedy-t mai napig, mai napig, ugye fenn az a teória, hogy egyetlen tettes volt Oswald. Az aznapi újságokban, most hogy mennyire ismert volt, ugye mondtam nektek, hogy, hogy Huxley, Aldous rendkívül intellektuálisnak tartották, gyakorlatilag egy sztár volt. És ugye a halálával kapcsolatban megjelent egy ilyen cikk, egy ilyen cikk, már nem tudom hol, talán a Chicago tribune vagy valamelyik újságban, meg a New yorker nem tudom, tényleg megjelent egy cikk, hogy ilyen viccesen, a vicces dolgokra mindig emlékszem, ilyen viccesen, hogy, 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 hogy mi a legszerencsétlenebb, mi a legrosszabb nap a halára, vagy nem tudom, a fordítás úgy volt, hogy What is the most unfortunate day to die? Mi a, mi a legrosszabb nap a halára? Két angol író számára is, képzeljétek el, ugyanezen a napon halt meg C.S. Louis is. Ő a Nárnia krónikáit írta. Tehát a Nárnia krónikáit biztos ismeritek, ő is híres volt, és mind a ketten ugyanaznap haltak meg egy pár órás különbséggel, és az egészet elnyomta Kennedynek a halálhíre nyilvánvalóan. Tehát ugye aznap nem csak az volt, hogy akkor Kennedy, tehát először kennedy lelőtték, tudjátok, a tévé bemondó, ahogy leveszi a szemüvegét, elétesznek egy papírlapot, elolvassa, meghökken, felteszi a szemüveget, és akkor Kennedy ellen merényletet követek el. Néhány órával később bemondják a halálhírét, néhány órával később Lyndon B. Johnson a elnöki gépen, tehát az Air Force One-on leteszi az esküt, Jackie ott áll mellette még véres ruhában, és aztán elindulnak, hosszú hozavonal után elviszik a, a végül a fehérházba. Ugye nem akarták kiadni a dallas kórházban a Kennedy-t, ott akarták felboncolni, amit a testőrség nem egyezett bele. Na mindegy, ez már messzire vezetettől a könyvtől, de lényeg az, hogy tehát óriási események nyomták el, rossz meg a hírességek élete ilyen. A mai felolvasás igazából erről szólt. Mindjárt megnézem a kommenteket. Ha, ha van kérdésetek, vagy véleményetek arról, hogy vajon e felé, a világ, ta világ felé tartunk-e, akkor kommenteljétek be. Ha láttok olyan párhuzamot, ami a könyvben előírt, megtermékenyítési dolgokra hasonlít, akkor ezt is kommenteljétek be. Az az igazság, hogy ezt a könyvet nem olvastam végig. Tehát legelőször sok-sok évvel azelőtt, hogy ezt a könyvet megvettem volna, egy barátomtól kértem kölcsön, elkezdtem olvasni, és egy részénél feladtam, mert azt mondtam, hogy te jóisten, ez olyan horror, vagy ez, ez, olyan, amit nem akarok elképzelni, nem lehet ilyen a világ. Ez, ez sok évvel ezelőtt volt, húsz évvel ezelőtt. 94-ben vagy 95-ben. 25. <laughs> és azóta már ugye én is edződtem, és ezt szoktam nektek mondani, hogy, hogy a jót és a rosszat egyaránt meg kell tapasztalni ahhoz, hogy meg tudjuk nézni ezt a középutat. Most majd lehet, hogy be fogom fejezni. Sok éve később ugye vettem meg ezt, tehát mondom 2001-es. Tehát ugye nem, nem mondtam le, 2001-es, igen, nem mondtam le erről a könyvről. Teljesen, de az, amit elolvastam belőle, az már, az már talán feléig juthattam, az már, az már az volt, most újra neki fogok futni. Azért javaslom nektek ezt a könyvet, mert talán időszerű, tehát a Terminátorból uh, tudnék idézni, hogy nincs minden elrendelve, csak ha bevégzed. Tehát nem kell, hogy ez bekövetkezzen, nem kell, hogy ez megtörténjen. Én azt mondom, hogy a könyvbeli kondicionálás ellenére, igen, és mindenkinek kell könyvet olvasni. Tehát nem azt mondom, hogy egy gyári munkás ezzel kezdje, de mindenki olvasson. Méghozzá azért, mert az olvasás teljesen megadja a választás szabadságát. Tehát amikor olvasol, akkor te tudod eldönteni, hogy mit akarsz olvasni. A gyári munkás is nyugodtan válaszza ki magának, hogy mit akar olvasni. Nem tartom jónak az köte iskolai kötelező olvasmányok jelenlegi választékát, meg kell, hogy mondjam. Ez, ez teljesen külül az emberből az olvasás vágyat. Vannak olyan szakmák, ahol nagyon sokat kell olvasni. Itt, amikor valaki jogot tanul, akkor, akkor rengeteg, rengeteg, rengeteg rengeteg mindent kell olvasni, és akkor utána már nincs kedve. Az olvasás szeretetét azt fenn kell tartani azért, mert ez teszi az elmét szabaddá. A te választásod, hogy mit olvasol, és aztán, hogy mit látsz bele abba, amit olvastál. Ugye ennek az a filozófiai mélység, amit már próbáltam nektek a egy másik könyv kapcsán is elmondani, hogy amikor olvasod a... a a történet, akkor te projektálod magad elé a szereplőket, te öltözteted fel őket, te jeleníted meg. Sok könyvben vannak leírások, hogy milyen a szereplőit, és az igazgatót leírták egy ilyen magas, csúnya, ki tudja hány éves embernek, de, de akkor is te képzeled oda azt, hogy mi történik. Na most ez a fajta képzelő erő az, tehát ha ez a képzelő erő, ez a, ez a fantázia, és ezért nagyon jók a skifi ez bennetek van, akkor, akkor nem lehet homogenizálni a társadalmat, nem lehet azt mondani, hogy mindent egy átlagba veszünk, mindenkit elnyomunk, mindenki ugyanazt nézi, tehát így egy, ilyen csőlátással ugyanazt a programot nézzük, ugyanazon a, ugyanazon a, nem vicces dolgon röhögünk majd a 26 milliómodik részének a nem tudom mi milyen sorozatnak, hanem akkor megmaradunk individuumoknak. És egy társadalom mégis ettől működik. Szokás szerint megint felolvastam valamit, és a saját üzenetemet tettem hozzá. Ha hát, úgy érzitek, hogy más üzenetetek van, akkor nézzük. Lássuk a kommenteket. Igen, itt jártam utoljára, hogy valaki kitalálta egy szép új világ. Anita írja, ez rövid volt. Rövid, lehet a felolvasás rövid, de utána, amit beszélek, ez nem annyira rövid, és nem kéne fél óránál hosszabb videókat csinálni, mert szokás szerint sokan panaszkodtak, hogy túl hosszú. Akkor kérdezem, láttad ezt vagy azt a videót? Hát nem, mert túl hosszú vagy belepörgettem. De akkor mi nem be beszélném? Lehet, hogy pont volt valami vicces, és akkor ezt átpörgetted. Így próbálok fél órában maradni, mert megint elfelejtettem órát tenni. Nem tudom, hogy hány óra van. Úgyhogy annyira nem volt rövid. Júlia Tiboldi, szép estét kívánok mindenkinek. Hát ez mi lesz ez ilyen, ez ilyen esti olvasókör gyülekezet? Mindenki szép estét kíván velem, mi lesz? Nem, örülök neki, szép estét mindenkinek, igen, ez nyilván jó. Edina Tóth. Priviben nem állsz velem szóba, bármennyire és is durva, komoly, de végre valaki beszél erről, és egy év alatt mi történt, és mi lesz egy év múlva? Pff. Éppen ezek kezdtem az elején, hogy azt sem tudom, hogy, hogy euh, én ezt sem tudtam volna elképzelni, hogy mi történik euh, januárban most. Ki tudja, hogy mi lesz egy év múlva? Az biztosan tudjuk, ugye, amikor volt a 9 es évforduló most, hogy euh, ma már teljesen megszoktuk azokat az intézkedéseket, hogy egy deci vizet nem vihetek fel, ha vagyok, ugye mindig ezzel példálózok, hogy bent kell megvennem a vizet, tehát 9-11 azt hozta számunkra, hogy egy kurva vizet nem vihetünk fel a repülőre. Hogy ez a mostani vírushelyzet mit fog hozni, ez ne, ezt nem tudjuk, de hogyha, hogyha ez egy, ez olyan, mint egy intelligencia tesz. Mielőtt azt mondják, hogy talált ki a hogy mi a következő, előtte megmutatnak néhány mintázatot, és abban a mintázatban rá tudsz jönni, hogy, hogy esetleg mi az a hiányzó elem. Na most láttunk már mintázatot. A 911 et most ezt. Kérdés az, hogy mit tekintünk mintázatnak. Tehát mennyire menjünk vissza? Hány mintázatot láttunk már? Mit követhetünk? Mi volt az, ami kisiklott terv? Mi a terv? De most azt mondjuk, hogy nézzük a mintázatokat, lehet, hogy jövőre megint olyan dolog lesz, amire nem tudunk felkészülni. Kati Berkovics, ott ilyen világos van? Igazából sokkal világosabb van, mint gondoljátok, csak ha így tartom a kamerát, akkor így besötétül, ugye, mert a világos háttér besötét engem, de én így felállok, és most megmutatom nektek megint a tájat, akkor látszik, hogy még, még bőven, tehát még, még nem ment le a nap, most ez a ház kitakarja, de még nem ment le a nap, ugye a tenger fölött, az ott a tenger, most kiváló vitorlázó idő van egyébként, kicsit, kicsit már látszik, hogy ott elég párás. És hát itt fölöttem gyakorlatilag már azért jönnek fel a felhők. Tehát szerintem lesz holnap is egy kis eső. Gondolkozom egy, egy holnapi hegymászásban, amire lehet, hogy esetleg jöttök velem, lehet, hogy nem. Majd meglátjuk, attól függ, milyen idő lesz. Tehát igen, világos van. Nézzük a következő kommentet. Katalin Bimbo, szép estét! Szép estét! Bár már későn válaszoltam. Uh, Mekesné Zsóri Gabriella, Mr. Penge agy, iszom szavaidat, mérhetetlen, szimpatikus fiatalembernek tetszik lenni. Tetszik lenni, tehát akkor már így magázódunk, és nem vagyok fiatal. Ugye, akik uh, még csak nem régóta követnek, azok uh, nem tudják, de most volt a 46. születésnapom. Valaki így barkobázott volna. Ja, és óriási hajam, tehát nézzétek meg, óriási a hajam. A legutolsó videó, azt hiszem, hogy az a, az, az elportet is volt, amikor földrásznál, nem voltam, úgyhogy szombat fodrász, tehát hamarosan mennyi rendes hajjal fogtok látni. És akkor, akkor szokták mondani, hogy ha levágatom a hajjal, meg egy kicsit megborotválkozok, akkor néhány évet ledagadhatok. Akkor fiatalabb leszek még jobban. <laughs> És nincs több komment. Akkor megint zárul Móka Mikitára. A francba egyszer ezt meg kéne tanulnom, hogy hogy volt. Valahány néven a naptárban, ezzel a kilátással búcsúzunk illetve lehet, hogy jobb lesz, ha hát a kamerát, és azt mondom, hogy sziasztok, mert ugye az utolsó néhány másodperc mindig lemarad, amíg most feltöltődik. Ja, és végre nem felejtettem el. Ha tetszett, osszátok meg, ha tetszett, lájkoljátok, like és ajánljátok másoknak is, hogy minél több emberhez eljusson. Továbbra is uh, várok mindenkit a YouTube csatornára, ez uh, majd be lesz linkelve szokás szerint, uh, ha lehet, iratkozzatok fel, mert kellene száz feliratkozó, de még hihetetlen módon szerintem mindig nem jött össze. Lájkoljátok, osszátok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!